Ez hol volt ez a fotó? Balatonaligán. Lángosozósnál. És oda jártatok nyaralni? Oda jártunk nyaralni. Vagy Horvátország még a másik az volt, és oda akkor meg sátraztunk. Hát mi FKK-n nőttünk föl tulajdonképpen. Azt ismered? Nem. Mi az pedig FKK? Németes vagy. Freie Körper Kultur. Igen? Igen. Vagyis nudista strandokon. Tehát, hogy mi... Ez egész család járt nudista strandon? Persze. Mesztelen volt édesapád és édesanyád is? Hát az a nudista. Nem mondod, dehogy nem. Nudista strandon járt. Az teljesen természetes, hát abban nincsen semmi szégyelnivaló, se a testiségben. De ott láttad pucéren a férfiakat, meg a nőket. És volt is egy csomó kérdésem, és akkor azt megválaszolták. Én egyébként, amikor mi Romániában nyaraltunk, Euphoria Nord, úgy hívták azt, ott Mamaja mellett van egy ilyen üdülő. És én ott életem először is utoljára voltam nudista strandon, apámmal, és ott nagyon rémisztó látvány volt, mert az egyik pasinak gyakorlatilag ormánya volt, és nem tudtam, hogy ezt hogy dolgozzam fel, hát otthon nem ezt láttam. És aztán utána elmeséltem anyámnak, az kb. Fél órát röhögött rajta. Szóval mondom, akkor neked megmagyaráztak a szüleim. Persze. Én nem bírom effektív magamon elviselni a fürdőruhát. Úgy érzem, hogy rám sül. És inkább leveszed? Tehát én monokinizni szoktál? 10 évesen, még 20 évesen is külföldön mindig monokiniztem. Tehát én soha szégyellős nem voltam. De most is bajom a testiséggel, ha senki nem ismerne föl bármikor. Csak az a baj, hogy a gyerekeimet nem tudnám rávenni, Krisán nem tudnám rávenni. Krisán nem menne vele. Dehogy is. Dehogy is. Menjünk el együtt, dumáljuk meg. Hol van itt a legközelebb? Délegyházán. Délegyházán. De Magyarországon nem menne.